Krisztus igaz világosság, ki megvilágosít és megszentel minden e világról jövő embert. Szent világosságú, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Parancsolatait teljesítésére. Krisztus Istenünk, üdvözíts minket! Yeah.
Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor. Hallgassuk
a Szent Evangéliumot. Békesség minnyájatoknak. Szent János Evangéliumának olvasása. Hozzájövő zsidóknak, én vagyok az ajtó, aki általam jön be, az üdvözülésbe jár és kijár és legelőt talál. A rabló csak azért jön, hogy lopjon, öljön és elveszítsen, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővebben legyen. Én vagyok a jó pásztor lelkét adja az ő juhaiért. A béres pedig, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, látja, hogy jön a farkas, ott hagyja a juhokat és elmenekül, a farkas pedig elragadozza és szétzavarja azokat. A béres fut, mert ő béres, és nincs gondja a juhokra, én pedig a jó pásztor vagyok, és ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem, amint én ismerem az atyát, és az atya ismer engem, és lelkemet adom az én juhaimért. Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók, s azokat is össze kell gyűjtenem, és hallgatni fogják az én szómat. És egy akol lesz, és egy pásztor. Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу. Отцянок і Фіюнок і Сентлілек на Харібен. Дічуючий Єзус Христушнок. Дорогі духовні отці, любі в Христі браття і сестри, брати-семінаристи, діточки, маємо сьогодні велику радість, бо дякуємо Господу за велику людину. Кедвеш отяк, кедвеш єленліві, мівек, семінарісták, гермекек, nagy ünnepünk van ma, hiszen egy nagy embernek az emlékét ünnepeljük ma. Ми дуже часто звикли казати, що святі були такі самі люди, як ми, і ми маємо бути схожими на них. Gyakran szoktuk mondani, hogy a szentek ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Nekünk pedig hasonlóaknak kellene lenni hozzájuk. Але теж є правдою, що святі дуже сильно відрізнялися від цього світу, в якому ми живемо. De azt is el kell mondanunk az igazsághoz híven, hogy a szentek azért különböztek is ettől a világtól, amelyben éltek. І то є велика правда, що легше бути святим, коли ти є в монастирі, або коли ти є священником, але як важко бути святим, коли ти маєш під собою велику державу. Könnyen igaz az is, hogy könnyű szentnek lenni talán akkor, ha az ember egy kolostorban, közösségben él, vagy pedig éppen papként vagy püspökként tartja az életét, vagy éli le az életét. De amikor egy egész országot kell irányítanod, az más. І коли ми дивимося на постать святого Стефана, то ми бачимо, що він зумів увібрати в себе все те найкраще, що мали його батьки. Amikor Szent Istvánnak az alakját nézzük, akkor rá észre kell, hogy vegyük, hogy a szüleitől mindazt a jót, amit bírtak, mint egy ki örökölte tőlük. Великою людиною був його дідик Béla, була його мама Charlotte, чи батько Géza. Nagy emberek voltak a szülei, Charlotte, Géza fejedelem. Але коли ми подивимося на святого Іштвана і на то, як він
приводить людей до Ісуса Христа, то ми бачимо, що це була справжня евангелізація. De hogyha megnézzük Istvánnak az alakját, hogyan vezette az embereket Krisztushoz, akkor azt kell, hogy mondjuk róla, ez igazi evangelizáció volt. І батько Гейза старався евангелізувати народ, але він намагався це зробити силою своєї влади. Apja Géza fejedelem is megpróbált evangelizálni, de ezt annak a hatalomnak az erejével próbálta megvalósítani, amelyet birtokolt. Святий Стефан це робить способом апостола Павла. Szent István ezt Pál apostolnak a módszerével csinálja. Робить так, як це говорить Павло у своєму посланні до Коринтян, що любов є довготерпелива. Úgy tett, ahogy Szent Pál leírja a korintusiakhoz írt levelében, hogy a szeretet az hosszú türelmű. Вона привертає до Ісуса Христа не силою, але силою своєї любові і свого терпіння. Nem erővel vezeti az embereket Krisztushoz, hanem a szeretetnek és a türelemnek az erejével. І коли Ісван помер, його вже не було, але коли його діти, внуки читали те, що він їм заповідав, то всі були вражені, яке було велике серце цього короля. Mikor meghal Szent István király, akkor az utókor olvasva az ő intelmeit, szinte az embereket meglepi az az erő, amelyek a birtok, mekkora nagy szíve volt ennek a királynak. Таких володарів, як був Святий Стефан, у світі було дуже мало. Nagyon kevés olyan király volt a világon, amely Szent Istvánhoz hasonló lett volna. В одній із своїх заповідей до своїх синів він каже: «Любіть Божих священників і не вагайтеся віддати навіть за них своє життя, бо вони спасають ваші душі». Az intelmei között szerepel, hogy amelyben arra figyelmezteti az utókort, hogy szeressétek a papjaitokat, mert ők azok, akik meg tudják menteni a ti lelkeiteket. Він дуже добре розумів, що таке церква, що то не просто будинок, але що це є спільнота із живого каміння. Nagyon jól értette, hogy mi az az egyház. Ez nem csak kőből épült épület, hanem élő kövekből épült közösség. І тому передавати віру в Ісуса Христа від батьків дітям було для нього найголовніше. Ezért a hitnek a továbbadása az apától a fiak felé a legfontosabb volt számára. Сьогодні таких людей є дуже мало. Мої világban nagyon kevés ilyen ember van. І ми знаємо про святість його серця якраз із того, що він нам залишив письмово. Szívének a szentségéről arról tudunk beszélni, amit írásban itt hagyott ránk, itt maradt. Бо заповіт, який він написав, це є його серце, яке наповнене Євангелієм Ісуса Христа. Az intelmek, amiket itt hagyott maga után, ez az az ő szíve, amely Krisztus iránti szeretettel volt telve. Тому ми сьогодні чули Євангеліє про доброго пастиря. Ezért ma, mikor a jó pásztornak az evangéliumát halljuk, коли Ісус каже, я є двері для овець. Mikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Бо добрий пастир лігав там, де були ті ворота, де була та калітка, і коли приходив злодій, то найперше, кого убити, був той пастир. A jó pásztor az mindig úgy volt a kép, az arról szól, hogy a pásztor a bejáraton, ahogy be kellett menni az akolba, keresztül feküdt, úgymond az ajtó előtt. És ahhoz, hogy bejusson a juhok közé, először is a pásztor kellett az útból eltenni. Тому, коли приходив хижий звір, пастир не міг втекти, він перший приймав на себе удар. Ezért, amikor a farkas jött, a ragadozó, akkor a pásztor volt az, aki elsőnek úgymond magára vette a támadást. І таким пастирем для свого народу, для нашого народу був Святий Стефан. Ilyen pásztora volt népünknek Szent István. Тому ми дякуємо Богу, що ми маємо такий чудовий приклад. Hálát adunk az Istennek, hogy ilyen csodálatos példa van előttünk. І стараємося його наслідувати також у тому милосерді його серця. És igyekezzünk őt követni szívének az irgalmasságában is.
Бо великий святий ніколи не пройде мимо людини, яка страдає. Mert a nagy szent soha nem megy el a szenvedő ember mellett. Біля людей, які плачуть. A síró ember mellett. Такий він був. Ilyen ember volt. Що мав завжди що дати і тим, що були дуже бідні. Hogy volt mit adnia azoknak, akiknek szükségük volt rá. Тому це є теж приклад для нас. Не проходити мимо людини, яка страдає. Ezért szintén példa mi számunkra is, hogy a szenvedő ember mellett ne menjünk el szótlanul. Ну і це був великий муж молитви. És hát az imádság férfia is volt. Я думаю, що для багатьох із нас він є прикладом тої сильної молитви, навіть ночами. Sokan számára az imádságnak is lehet a példája, amely akár éjszakákon keresztül is történt. Чимось він мені нагадує батька святого папи Івана Павла II. Valahogy nekem Szent II. János Pál pápának az édesapját juttatja az eszembe. Іван Павло II не хотів бути священником. Він хотів бути великим артистом, театральним. Szent II. János Pál pápa nem szeretett volna pap lenni, színész szeretett volna, nagy művész lenni. Але в тяжкі часи війни, коли він посеред ночі пробудився, він усе бачив, як батько шепче молитви. De a háború ideje alatt, amikor felébredt éjszaka, mindig arra ébredt fel, hogy az apja az imádságot mondja. І святому Стефану не було легко об'єднати всі ті племена, які були тоді у його країні. Ugyanígy Szent Istvánnak sem volt egyszerű azokat a törzseket egyé kovácsolni, amelyek az akkori ország területén voltak. Але ночами він молився, і Угорщина об'єднувалася. Imádkozott éjszakákon, és Magyarország egy állammá lett. І багато було таких чудес, що він знав наперед, з якого боку нападе ворог, бо Господь йому показував це. A hagyomány szerint az előrelátásnak a képességével is rendelkezett, hiszen előre látta, hogy az ellenség mikor, melyik oldalról fog támadni. Jézus завжди був на його боці, бо бачив його віру і його серце. Jézus mellette állt, mert látta hitét és szívét. І тому ми сьогодні дякуємо, але також обіцяємо Богу, що будемо старатись теж бути такими ревними у передаванні віри нашим дітям. Ezért ma, amikor hálát adunk érte az Úristennek, ígéretet is kell tennünk, hogy a hit átadásában ugyanilyen buzgóságot fogunk tanúsítani gyermekeink felé. Будемо старатися так, як він, молитися, як той сильний батько молиться за своїх дітей і за свою країну. Fogunk igyekezni, hogy ahogy az erős édesapa imádkozik gyermekeiért, hazájáért, országáért. Най Бог нам у цьому помагає. Segítsen ebbe bennünket az Isten. Amen. Thank you.
Istenről, ezen szent hajléknak boldog, és örökemlegű alapítói, és jó tevőről, és mindnyájatokról, igaz ügyű keresztények emlékezzék, meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor, és örökön örökké. Az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek
megrözöltetése legyen minnyájatokon. Thank you.
Thank you.
Thank you.
a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor, és örökén örökké. Krisztus Isteni Boh,
молитвами пречистия своєї матери, Єя же успеніє попразденство совершаєм, святих славних і всехвальних апостол, святого равноапостольного Іштвана, короля Угорщини, його же днесь торжественний праздник світло совершаєм, і його же єсть храм цей святий, і живо святих отця нашого, Йоанна Златоустого, архієпископа Константинограда, блаженного священомученика Теодора, єпископа Мукачевського, святих праведних Богоотець Іокима Яни, і всіх святих помилує і спасет нас, яко благий чоловіко любець. Könyörögünk az Úrhoz. Úr Jézus Krisztus, mi Istenünk, ki az öt kenyeret megáldottad, és 5000 embert megelégítettél, most is te magad uralkodó áld meg ezen kenyereket, búzát, bort és olajat. Sokosíts meg azokat ezen városban, és az egész világon, és azokból ízlelő híveket szenteld meg, mert te vagy Krisztus Istenünk, ki mindeneket megáldoz és megszentelsz, azért téged dicsőtjünk a te kezdet nélküli atyaddal, legszentebb jóságos és elevinyító lelkeddel együtt, most és mindenkor és sörökön örökké.